Az, hogy dekorfóliás ajtót érdemes-e vásárolni, igen a válaszom. Valamelyik videóban már elmondtam, hogy mi a különbség a dekorfóliás és a melaminakrilműgyantás CPL fóliás ajtó között. Valójában azt ecseteltem, hogy a falnyílásokkal lehet játszani, és tulajdonképpen az egyik az magyar szabvány, második a CPL pedig egyedi méretre készül. Fontos különbség még, és most beszéljünk egy kicsit a dekorfóliás ajtóról, azért, mert ugyebár magyar szabványba készült, azon túlmenően ugyebár lehet tele ajtót vásárolni, lehet fémintarziás ajtót vásárolni belőle, tehát ez azt jelenti a fémintarzia, hogy egy kis alumínium fém csíkot tud kapni az ajtónak a frontja. Ez egy ilyen design, egy látványelem, ebből többfélét lehet vásárolni. Ha nekünk tetszik jelen pillanatban egy üvegezési opció egy CPL ajtó tekintetében, de nincs annyi pénzünk, hogy azt megvásároljuk, és magyar szabvány a nyílásunk, akkor a dekorfóliás ajtót is meg lehet bármilyen üvegezéssel rendelni. Ez azért jó dolog, mert így mindenki hozzájuthat a saját ízlésének, a saját elképzeléseinek megfelelő nyílászáróhoz. Tehát a dekorfóliás ajtó azért van egy picit jobban behatárolva, mint bármelyik más ajtó, mert ugyebár mondtam, hogy körülbelül egy 6 kötőjel 8 színből lehet rendelni dekorfóliás ajtót. És ami még nagyon fontos, hogy valamelyik videóban említettem ugyebár, hogy az intarziák tekintetében a CPL ajtó az elég erős. Ez azt jelenti, hogy ugyebár a CPL-t lehet függőleges és kereszt, tehát vertikális és horizontális szálirányjal is rendelni, tehát lehet játszani egy kicsit a stílussal, míg a dekorfóliás ajtónak behatárolt ez az opciója, ez csak függőleges erezéssel lehet megvásárolni, mind az ajtólap, mind pedig a tokon is függőlegesen fognak futni a faerezetek, tehát az a design, az a lenyomat tulajdonképpen, ami ezen az ajtón van. Tehát lehet teleajtót rendelni, lehet fémintarziás ajtót rendelni, lehet üveges ajtót rendelni dekorfóliás ajtóból. Edzett üveges ajtót nem lehet belőle rendelni, illetve nem lehet sima intarziás ajtót rendelni. Tudják, az intarzia az, mikor egy ajtólapon belül, még ha egy ugyanazon szín is, mondjuk a kilincsnél függőlegesen fut a szálirány egy 12-15 centibe, az ajtó nagyobbik részén pedig mondjuk horizontális az erezet. Tehát ez dekorfóliás ajtónál nem lehet megvalósítani. Tehát egy picit úgymond vissza van véve az opció tekintetében az ajtó, de mind a mellett a dekorfóliás ajtó, és nem győzöm hangsúlyozni, mert rengeteg kérdést kapok, ugyebár, hogy dekorfóliás vagy CPL, ezt egyszer elmondtam, hogy teljesen mindegy, mindegyik nyitható, mindegyik csukható, mindegyiket be lehet zárni. Tehát valójában mindegy, a pénztárcánk fogja ezt meghatározni. Ha dekorfóliást választunk, ugyebár utólag szerelhető, tokos az ajtó, ki van festve, le van burkolva, betehető az ajtó. Egy picit kevesebb a mozgásterünk. Ennyi a kettő között a különbség, és ugyebár az a nagy különbség, hogy magyar méretrend szerint gyártható a dekorfóliás ajtó. Általában a kedvenc színek egyébként, sokat szoktunk akciózni is, mert nagyobb tételbe vásárolunk, olyankor általában a legkedveltebb színe a dió, a makassár, a Calvados érdekes, az a cseresznye szín az a 90-es évek végén és még a 2000-es évek elején nagyon-nagyon-nagyon sláger szín volt. Most már változunk egy picit. Talán a mélyebb színek jöttek előtérbe. Ugyanez volt a Calvados, mert a juhar volt még egy nagyon kedvelt szín. A juhar még úgy csak-csak, de mondom főleg a dió, a makassár, ez egy nagy trend most, ez a két dekorfóliás szín. Tehát azt mondom, hogy picit végesebb a vásárlási lehetőség, de megéri dekorfóliás ajtót vásárolni. Röviden a kérdésre ennyit tudtam válaszolni. További szép napot kívánok!